Nos hát sziasztok, Roli vagyok, és egy ilyen Sony PlayStation 4 karhoz ilyen átalakítót szeretnék most nektek bemutatni, illetve kicsomagolni. Ugye ez egy hamat típusú, elég olcsó, tehát ilyen 2500 forint itt nálunk a Media Mart-ban, úgyhogy biztos másra is lehet. Ez külön PlayStation 4-hez készítették, és ami a lényeg, ugye, hogy de mindjárt meg is mutatom, ugye a Sony-nak a PlayStation 4 karján, így mutattam, ugye van egy ilyen jack 3,5 pontos bemenet, amihez lehet csatlakoztatni bármilyen fülest, illetve mikrofont is, de csak mivel egy van, ezért jön nekünk akcióba ez a hama típusú elosztókánk. Ugye itt látszik, hogy két csatlakozója is van, ide kell a mikrofont, ide pedig a fülest bedugni, és akkor, hogyha ezek megvannak, akkor ezt a kis, amúgy aranyozott végű, tök jó, most nézem, tehát aranyozott végű csatlakozót ide bedugjuk szépen, és akkor úgy fogja kezelni, hogy elosztja hang és mikrofonra ezt a részt, úgyhogy nagyon szép, ott is mutatja, hogy így kell ugye megcsinálni a kontrollerhez. Ugye ezt a Sonyhoz gyártották, de bontsuk is ki. Itt van két ilyen kis cuccos. Volt már egy bemutató videóm egy másik hama termékről, az időközben hibás lett, vagyis hát már csomagolása is így meg volt rongálva, úgy vettem meg, mert egy kellett, tehát egy volt, és mondom, már nagyon kellett, azt vettem meg, de az végül kontakthibás, hoppá, itt el is szakadt. Na, ez nagyon szép lesz, nem baj. Jaj, nagyszerű. Nem szeretem ezeket az anyagokat, mert ez olyan könnyen szakad. A PS4 dobozom is már teteje el van szakadva, mert ilyen anyagból van, de mindegy. Na és akkor itt azt mondja, ki is bontjuk szépen. A doboz üres. És itt lenne ez a kis nagyon szép, ó, milyen jó kábel. Igen, van a hátulján egy ilyen nagyon mega szép ilyen kék borítás, de ez nem kell nekünk, és azt mondja, hogy itt van valami hama, de ezt le is szedhetjük szerintem amúgy. Ez nem kell nekünk egyenlőre. Ezt ide visszatesszük, és ilyen nagyon jó, ilyen törésmentes kábelből van. Igen, a másiknak az volt a baja. Itt van amúgy nálam, de most nem akarom idehozni, hogy ez műanyag volt, és azt a picit így már meghajlítottuk, már nem szólt benne a hang, úgyhogy hát az nem valami jó videó, de ez hivatalos, tehát ezt tényleg ahhoz gyártották, és akkor itt van ez a hama. Az a lényeg, hogy itt három ilyen kis csík legyen, ez a pin, vagy nem tudom, minek hívják, és az kezeli a hangot is, illetve a füles fejhallgató részét is, és akkor itt mutatja, ide kell ennek a magát a füles részét berúgni, de pedig a mikrofon részét, és akkor ez szépen, ez igen hosszú kábel, nem tudom, ez mennyi, egy 30 centi lehet, ez körülbelül az egész. És mindjárt itt van nekem ez a nagy batár Logitech fülesem, itt van ennek a végei, ugye van egy rózsaszín és egy zöld, már beszél nem tudok, ilyen zöld a fülhallgató, a rózsaszín pedig a mikrofon, ezt így szépen ide beletesszük, és a másik végét pedig ide nagyon egyszerűen, és akkor így össze is van kötve ez az egész szerkezet, és így már felismeri ugye külön a mikrofonját a fülesünknek, illetve a magát a hallható fejhallgató részét is, úgyhogy nagyon szépen így lehet streamelni ilyen sok kábel mellett, de hát ez valamit valamiért, ugye, úgyhogy ez tényleg minőségi anyagból készült, hát hama termék, tehát nem tudom mennyire lesz megbízható, mondjuk ez a kamera állványon van hama, ennek csak az egyik lába szorul be néha, de a másik ugye ez a műanyag ilyen, amit vettem, hát az kontakthibás lett egy használat után, hát meglátjuk, de ez szerintem bátran merem ajánlani PlayStation 4 tulajoknak, és akkor ennek segítségével lehet nyomni a streamet, nem azzal a kis mono headsettel kell ügyeskedni, hanem akármilyen headsetet, aminek van két ilyen csatlakozója, ugye szépen beledugjuk, ez pedig a kontrollerbe is már is mehet a videózás. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis kicsomagolós videót is, úgyhogy remélem, hogy jól fog szólni és jól teljesít, úgyhogy tényleg ajánlom nektek is, hogyha van PlayStation 4-etek és jobb minőségben szeretnétek
vagy élő közvetítés, vagy YouTube-ra feltölteni videót. Tényleg nagyon minőségi anyagokból készült, és igazából pont a PlayStation 4-re lett kialakítva. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk majd legközelebb, úgyhogy addig is sziasztok!